Hello mindenkit, viccelek, és az UVF, azzal unatkoztam, videóztam, feltettem. És a mai tip-trükk videóban pedig meg fogunk ismerkedni a minigunnal. Jó, hát tulajdonképpen a minigun egy ilyen pörgőcsövű, erős gépfegyver. Hát ugye teljesen ugyanolyan minigunt nem hozhatunk létre, de egy kis hasonló dolgot létre tudunk hozni. Az ilyen dolgokat eltüntetek, ami esetleg zavarhat minket ugye a hangok miatt. Jó, hát akkor nézzük, hogyha unfreeze-elem ezt a találmányt, akkor megnézzük. Igen, ez egy pörgőcsövű gépfegyver. És nem tudom mennyire hangos, tök mindegy végül is. A lényeg az, hogy így most hülyeségnek tűnik, de nem az végül is, mert hogy megnézitek. Tényleg egyébként egy hasznos dolog is tud lenni, például tegyük fel azt, hogy szét lehet vele rombolni. Ja, hoppá, nem váltottam át a duplikátorra. Tehát szét lehet vele rombolni akármilyen dolgokat, most egyelőre ennyivel akarom nektek bemutatni, nézzétek csak. Felpörgetem és lövök. Szempillantás alatt szétszedi az összeset. És megmutatom nektek úgyis, hogy többet is lerakok, sokkal több, ugye? És pörög, lő. Szétlőtte. Jó, hát tulajdonképpen nem csak ennyit tud, tehát azért nem ilyen bugyuta az egész, hanem akár tegyük fel, zombikat is megbírok vele ölni. NPC. Kiválasztjuk az alapzombit például. Pörget, lő. Ezt most véletlenül felvettem. Tehát a lényeg az, hogy meg lehet ölni akármit. És mondjuk tegyük fel azt, hogy most le is másolom. És akkor itt most létrehozom az én saját zombi seregemet. És egy szempillantás alatt megöli őket, tehát bámulatosan jó. Most ugye akár azt is megtehetjük, hogy a duplikátorra lesz kimásoljuk, és mellé rakunk még akár többet, és akkor egy ilyen jó nagy, akár egy körbe is rakhatjuk az egészet, és jót lehet vele hűlni. Tulajdonképpen egy ilyen kivégző helyet lehet vele létrehozni. És azért tüntetem el, hogy megépítem még egyszer, és hogy ne zavarjanak be minket. Jó, hát akkor ugye megépíteni nagyon-nagyon egyszerű, kell hozzá egy alapzat, akár egy fal is lehet, de azért mutatósabb, hogyha valami normálisabb dologra rárakjuk, most én nem fogok keresni. Ilyen fa izére rakom rá egy kis deszkára tulajdonképpen, szekrényszerű dologra. A lényeg az, tehát, hogy elérjük azt, hogy nem nagyon dőljön sehova, hogyha meg dől, akkor egyszerűen csak lefrizzeljük, úgyhogy nem nagyon idegeskedünk vele. Opa. Mindig a removert hagyom a kezembe, tök szívás. Egyébként meg remover. Jó. Tehát, fordít. Ugye itt legyen nekünk a hely. Kicsit dönt. Odarak. Jó, ferde. Így. Úgy kell megcsinni, ne dőljön már el, és nem akarom, hogy ferde legyen. Jaj. Akkor egyszerűen csak így. Így. Neki. Oké. Okay. Most ezt duplikáljuk, és mellé rakunk még egyet, körülbelül így, ide. Pontosítunk. Igen, elővesszük a veldelős fegyvert, a ragasztót tulajdonképpen, és oda ragasztjuk mindennek, aminek csak akarjuk. És ennek következtében, hogyha minden igaz, mozdíthatatlanná váltak, itt maradtak fixen. Jó, hát akkor most erre kiválasztjuk ugye a kereket, rárakhatunk egy akármilyen kereket, mondjuk tegyük fel azt, hogy rárakom, azt hiszem ez volt, nem ez volt, ez nagyon-nagyon kicsi. Egy nagyobbat, ez hülyén néz ki. Nagyon-nagyon sok kerék van egyébként, csak most rögtön az aljára tekertem, ahol már ilyen vasúti kocsiknak való kerekek vannak. Azt a de rossz. Ez érdekes. Jó, hát ez azért tényleg, ez kicsit nem jó. Úgyhogy mondjuk ezt kiválasztom, lehet, hogy ez volt az előbb is, de nem. Na. Így ide rakom, itt marad. Pörög, stb. Ugye, akár ott is lehet, hogy többet rakunk rá, vagy nem tudom, másfélét, akármilyet lehet. Van például ilyen is. Most ez tökre mindegy. Most ez lesz az enyém. És most jön a lényeg, kiválasztjuk a fegyvereket. Az alapbeállításom az ez volt, amivel bemutattam. Tehát ez a dolog, fegyvereket képes lerakni. Ugye rá lehet rakni cuccokra, például tegyük fel azt, hogy ide rakok egyet, pörög, és egy csomót így rá lehet rakni, amennyit csak akarok. És most ezzel tulajdonképpen annyit érünk, hogy ez így lőni fog. Ugye meg kell nézni, melyik gombra van rárakva, pontra, akkor a ponttal fog lőni. Jó, hát van sok egyéb beállítás, például az, hogy hány lőszert lő ki másodpercenként, vagy nem, bocsánat, hány lőszert lő ki lövésenként, erősség, stb. Most ezzel nem foglalkozunk, most tök mindegy. Tulajdonképpen ezzel kész is van a saját minigununk, ami jó sokat bír lőni. Esetleg mellé lehet rakni többet is, és akkor egy komplett hadseregünk lesz. De egyelőre most csak ezzel az egyen mutattam be. Szórakozásnak jó, úgyhogy hát próbáljátok ki, hogyha akarjátok. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot.
Esetleg még iratkozzatok fel rá, hogyha nem tettétek meg, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, ezzel most így búcsúzok is. Sziasztok!